90-től 97-ig, 98-ig zajlott itt nekem Nyíregyházán az a fajta zenei cseperedés, meg az a fajta, amikor elkezdünk hülye hajakat viselni, ami nyilván mai napig sem változott meg. Itt gyülekeztek a lányok, fiúk, és közösen megvitattuk azt, hogy hallottad, megjelent a Red Hot Chili Peppersnek a Blood Sugar Sex Magic lemez, az 91, kb. 92, valahogy így. Meg a Guns N' Roses, meg a grunge korszak, a Nirvana, akkor kezdett el mindenki kockásinket hordani, mert akkor mertük festeni a hajunkat, lilára, zöldre, kékre, minden, így jártunk suliba, marha jól nézett ki mindenki, és óriási zenei élet volt, és egymás koncertjeire jártunk tulajdonképpen.